Ez itt a Beginner Angler. Én Jani vagyok, akarom mondani, Tibi vagyok, és ez itt az új YouTube csatornám. Ma a Feeder Adventure szuperkupa első fordulóján vagyunk itt a Moby Dick horgásztavon. Kicsit cudor az idő, de hát igazából egy jó horgásznak ez nem számít. Ma full minimál peccába nyomom, ami annyit jelent, hogy konkrétan a kocsiban ülök. Ez itt az autónak a belső tere. Mindenki kinnül ládán, ami igazából azt jelenti, hogy mindenki iszonyatosan elfogázni. Én viszont tökéletesen nyomom itt benne a kis szuszkámban. Ugye ez az én kis pecakocsim. Most jelen pillanatban 11 óra 50 perc van, tehát 9 órától tart a verseny, lassan 3 órája. Az első dobásra azonnal fogtam egy pontot, úgyhogy szerintem simán versenyben vagyok vele, mert hát nem nagyon húzogatják itt mellettem. Én a 20-ason ülök, kettővel mellettem a 18-ason az egyik versenytárs elég szépen húzogatja a kárászokat. De hát hál' Istennek, hogyha én fogok egyet még, akkor igazából az egész napi melója az odavész, mert hát akkor nekem picivel több lesz súlyban. Reggel óta nem volt kapásom, mindent kipróbáltam. Ma igazából az összes csalimat összetorháltam, amit csak lehetett. Popatillától kaptam az általa bekevert cumót. Igazából nem tudom, mi van benne. Nagyon-nagyon-nagyon jó fej volt Gáspár Tomi. Tőle kaptam egy csomó ilyen nagyon-nagyon jó színű csalit. Iszonyatosan büdösek, úgyhogy remélhetőleg ezzel ma megint fogok halakat fogni. A tegnapi versenyről igazából annyit szeretnék elmondani, hogy ez a palotavárosi felső tavon volt a tavaszkupa Szekeres Tibi szervezésében. A szektoromban hát így elég jól húzogatták a halakat, az első helyezett az ilyen 40 pár kilóval lett, ami azért elég-elég szép teljesítmény szerintem ilyenkor késő télen, mert hát az időjárás inkább a telet idézi, mint a tavaszt, de hát erre kell felkészülni, így is halat lehet fogni. Úgyhogy én a harmadik helyért voltam ringben elég sokáig, volt egy hal, ami elment, és igazából a harmadik, negyedik, ötödik hely között fél kilónyi különbség volt, tehát végül is a harmadik, illetve közöttem, ugye én negyedik lettem a szektoromban, 9 deka, tehát mint 6 szelet párizsi különbség volt. Kicsit szomorú voltam, mert jó lett volna nektek így egy kupával beindítani ezt az évet, de hát sajnos ez nem jött össze. De hát reméljük, hogy a mai nap itt fogok egy kupát hazavinni. Nem is ez a lényeg, hogy a kupa meglegyen, hanem ugye ez egy versenysorozat, egy 5-6 állomásos versenysorozat, és ugye mindig a leges-leges legjobb eredmények azok számítanak. Ugye, hogyha itt pontot ér az ember, akkor azért az majd az év végén nagyon-nagyon jól fog jönni. Srácok, egy dolgot el kell, hogy áruljak nektek. Az eredményességem nem a tudásomban rejlik, hanem BG alias Bódis János. Egy nagyon-nagyon apró, de annál kedvesebb gesztust tett nekem egy 2-3 hónappal ezelőtt. Egy zöld színű kapásjelzővel lepett meg, amiben azt gondolom, hogy benne van minden erő, mert a Bódis János szelleme is jelen pillanatban itt van velünk a kocsiban. A teste ott szenved a másik oldalt, mert hogy én átlátok oda, és nem nagyon húzigálja a halakat, de a szelleme mindenképp itt van. Jani, köszönöm ezt neked. Gyorsan megmutatom nektek, hogy a horgászhelyem hogy néz ki. Tehát igazából csak egy vodtartó állvány van kint, benn van a szákom a vízben, egy pontymatrac, egy veder, és hát a kocsi. Ebbe van menni minden szépen, gyönyörűségesen, gyönyörűségesen. Csontik, cuccok, törődött, törődött, törődött. Hát srácok, ennek a mai napnak is vége van. Egy ponty maradt, 3 kiló teliben, semmire nem elég. De hát azért jól éreztem magam, mert hát az van, hogy megint kint voltam egy picit a szabad levegőn, jó emberek között.
Sajnos. Jani szerencse kabalája ma nem hozott szerencsét, de hát itt van a nyakamon, úgyhogy ezt most hurcibálni fogom magammal. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. A videó alján lévő linken rá tudtok nyomni a Facebook oldalamra, illetve a weboldalra. Jövő héten elméletileg keve, páros kupa. Ha minden összejön, lájkoljátok a Facebook oldalamat, illetve a YouTube csatornámat. Iratkozzatok föl, osszátok meg, hogy lássa mindenki, hogy te is engem nézel. A felugró ablakoknál az előző videóimról láthattok egy kis összeállítást. Sziasztok!